Williams Televízió. Gyáli híreink következnek. A Gyáli képviselőtestület október 29-i ülésén a többi között a kommunális és a zöld hulladék elszállítása, a Lilium óvoda vezetőjének megbízása, valamint a kisméretű műfüves pálya megépítésére vonatkozó pályázat is napirenden szerepelt. A részletekről az alpolgármestert kérdeztük. Hétfőn és kedden volt kommunális hulladékszállítás. Az Áza Kft-vel folytatott tárgyalások során az Áza Kft-től fölmerült egy olyan igény, hogy toljuk ki ezt az időintervallumot hétfőtől péntekig, mert valószínűleg a szelektív hulladéknak a mennyisége meg fog nőni, és már ezt a szállítási mennyiséget nem fogják elbírni. Ugyancsak az Ázával kapcsolatos hír, hogy megegyeztek a céggel a zöld hulladék elszállításának módosításáról is, ha jól tudom, akkor jövőre ez megváltozik. Eddig havonta egyszer vitték el a zöld hulladékot, a jövő év folyamán április 1 és november 30-a között pedig két hetente fogják elszállítani, ugyanúgy zsákokban, vagy pedig összekötözve a kirakott zöld hulladékot. Harmadik témánk pedig a Lilium óvoda vezetői pályázatának elbírálása. A Williams Televízió néző is már értesültek róla, hogy korábban kiírták ezt a pályázatot. Milyen volt ez a pályázat? A pályázat nem volt eredményes, tehát érvényes pályázat nem érkezett, de az óvoda zökkenőmentes üzemeltetése és működése miatt a képviselőtestület Lendvai Kis Anita jelenleg is megbízott vezető óvónőt bízza meg a további intézményvezetői feladatok ellátásával. Fogunk kiírni majd újabb pályázatot, most egy évre megbízzuk Lendvai Kis Anitát, és utána fogunk kiírni egy másik pályázatot, ami remélhetőleg már eredményes lesz. A Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programjához kapcsolódóan kisméretű műfőves pályaépítésre vonatkozó pályázatok kapcsolatos döntést is hozott a képviselőtestület. Mit jelent ez pontosan, hol lesz ez a műfőves pálya? Ez azt jelenti, hogy az MLS által kiírt pályázathoz csatlakozunk, tehát pályázni fogunk. Ez egy 22x42 méter hosszúság vagy méretű pálya lesz, műfőves pálya LED világítással. A helye pedig a gyáli sportpályán lesz. Körülbelül oda tervezzük, ahol a gördeszka pálya volt. Azt kell még tudni erről, hogy 11 millió forint körülbelül az önrész, amit a képviselőtestületnek ehhez biztosítani kell, aminek a nagy részét TAO pályázati pénzből fedezni fogjuk. Ha sikeres lesz ez a pályázat, mikor sportolhatnak, focizhatnak ott először a gyáliak? Sajnos ezt nem tudjuk, mivel a közbeszerzési eljárástól elkezdve mindent az MLS bonyolít. Tehát csak csatlakozunk a pályázathoz, a kiírást, a pályaépítési kiírást az MLS végzi. Ennek a pályának mennyi a teljes költségvetése? A teljes költségvetése nagyságrendileg 37 és 38 millió forint között van. A mi önrészünk ebből 11 millió forint. Williams.